Az én gyerekeim egyáltalán föl voltak háborodva attól a ténytől, mikor mondjuk délután volt időm, és nem volt semmi forgatás, és mondjuk délelőtti próba után hazarontam, akkor játszottunk, és mindig akkor elmentem, hova mész, apa, megyek játszani. Mert én soha nem azt mondtam, hogy dolgozni megyek, meg játszani. Mert így is jó színházban játszani. És nehéz volt nekik ezt földolgozni, hogy hát most miért nem velük játszok? Miért megyek én oda? Nyilván hiányzott is az életemből az, hogy sokat legyek velük, de pont abban az időszakban, amikor megszülettek, meg kezdtek növögetni, az értelmük nyiladozott, kevesebbet tudtam velük lenni, mint amit szerettem. A mindennapok zakatolása közben számtalan emberi történet fut el mellettünk. De ha figyelünk, észrevehetjük, hogy mások történetei mennyire hasonlítanak a miénkre. A versekben mindez ott van. S ha felfedezzük, segíteni is képes a hétköznapokban, és rájövünk, hogy nem vagyunk egyedül. Minden alkalommal egy ismert vendég beszél egy vers kapcsán az életéről, és arról, hogy mit gondol a világról. Egy kicsit másképp. Soron kívül. Luther Imrével. Nem Mici Mackóval, hanem Mikó Istvánnal találkozom így Soron kívül. Aki ha egy húrt pendít, akkor is 1000 húrt tud pendíteni egyszerre. Rengeteg szín, amit a néző lát, és egy igazi színkavalkád, amiről talán fogalma sincs. Jönnek az őszinte sorok az életéről, és Ady Endre verse révén arról, ahogy ő látja magát. Egy jó színész mindent tud. Nem csak a színpadon színész, hanem a filmekben, szinkronizál, verset mond, énekel. Egy jó színész. De nem minden esetben adódik úgy, hogy egy jó színész mindenhez ugyanúgy értsen. Pláne, hogy a közönség is ismerje és értse azt az adott művészt, mondjuk a szinkron hangjáról, az énekről, és az meg megint különös, amikor az ének felől közelít valaki a színházhoz. Mert hogy Mikó István az az ember, aki a Kaláka zenekarból érkezett a színház világába, és akinek talán előbb volt meg a dal a zene az életében, mint a színház, bár nem kizárt, hogy a kettő valahogy együtt érkezett, és akit a hangjáról is mindenki jól ismer. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást is. Köszönöm szépen. Tényleg a zene volt az első az életében, és nem a színház? Igen, igen. Olyan iskolába jártam, egy zenei általános iskolába. Elmondom, hogy hol volt ez, másik kerületben, Lorántfi Zsuzsanna utca, ének-zene tagozatú általános iskola. Életem 8 legszebb évét ott töltöttem. Egyszerre tanították meg a muzsikát, az összes művészeteket, a kapcsolódó művészeteket, és hihetetlen szép 8 év volt, amit ott töltöttem, és abból töltek ezek a mai napig. Milyen környezetben, milyen családból érkezik? A család meghatározó volt ilyen szempontból az életében? Egészen biztosan. Apukám az könyvtáros volt, édesanyám tanítónő, mind a ketten Kisvárdáról jöttek, ott ismerkedtek össze, és gyerekkorom nagy részét nagymamánál ott töltöttem én is. Nagynénikém az szintén tanítónő volt, és észrevette, hogy kalimpálok a rádió előtt, és vezénylem az összes aktuális zenekart, aki hallható volt ugye a rádión, és úgy gondolta, hogy valamilyen hangszerrel meg kéne ismerkednem közelebbről, ez volt 5,5 éves koromban, és akkor elvitt egy bácsihoz, aki és vett előbb nekem egy ilyen egészen pici hegedűt, és az a bácsi elkezdett engem tanítani hegedülni. Még iskolába se jártam. Aztán ez a hegedű tanulás az 13 esztendeig folytatódott. Természetesen már az említett énekzene tagozatú általános iskolában. És utána annyira jól éreztem magam az általános iskolában, hogy tulajdonképpen a gimnáziumokban már nem találtam a helyemet, meg azt a közösséget, ami nagyon jó volt.
Robin Williams, Mici Mackó vagy a nagy ho-ho-ho horgászrajzfilm Kukaca. Hiába szólnak mind ugyanazon a hangon, mégsem Mikó Istvánra gondolunk, s épp ez a zseniális a művészetében, amivel már több generáció életében hagyott nyomot. A Jászai Mari díjas színművész már gyerekként is igazi egyéniség volt, kedvenc hobbija is eltért az átlagtól, színházi közvetítéseket hallgatott a rádióban, ahol igyekezett felismerni a színészeket. Hetedikes korától már ő maga rendezett kisebb színi előadásokat, amelyeket nem bízott a véletlenre. Ő írta és adta is elő ezeket. Eleinte hegedülni tanult, majd többek között a Beatles és az Illés dalainak hatására gitárt ragadott. Jól is tette. Érettségi után vele együtt alakult meg a Kaláka együttes, amellyel Petőfi Sándortól József Attilán át Radnóti Miklósig meg annyi verset megzenésítettek. A színházi pálya előtt sok felé sodorta az élet. Volt a Malévnél jegyárusító, de nyomdászatot is tanult. Aztán felvették a Színműre, ahol 77-ben végzett. Azóta számos színháznál hagyott nyomot, a Soproni Petőfi Színháznak 10 évig volt igazgatója. Föl-föl, fiúk, csak semmi félelem, bár zorda harc, megéri a világ, ha megízleled a YouTube csatornát. De ne felejts el feliratkozni, és megnyomni a kis csengőt, és találkozunk. Váltogattam szépen rendesen a gimnáziumokat, egyikbe se éreztem jó magam. Végül is a József Attila gimnáziumban érettségiztem, és ott volt egy lehetőség, Ki mit tud, az talán 68-ban volt egy Ki mit tud, és egy osztálytársammal, én már régebb óta foglalkoztam, mert imádtam és szerettem a verseket, de az nekem nem volt elég, hogy elmondok egy verset, hanem valami zene hiányzott vele mindig. És akkor verseket zenésítettem meg, és ezzel a barátommal, aki ma már nagyszerű ügyvéd, és úgy keresi a kenyerét. Ilyen dúóba énekelgettünk, és akkor eljutottunk egészen a tévé felvételekig. Pontosabban, hogy az utolsó megméretés volt, de nem volt ez a, ugye különböző műfajokban lehetett jelentkezni. Hát volt ott politikai beat, ilyen volt, de megzenésített vers, ez a kategória nem létezett. Ez a kategória nem létezett, és hárman indultunk ebben a kategóriában, hárman jutottuk el az adások előtti utolsó lehetőségig. Azért kedves zsűri, minket nem engedett kamera elé, elmondom a három embert, és akkor ugye Sebő Feri volt az egyik, a másik meg Sass Szilvia, aki egyébként ugye azon kívül, hogy nagyszerű operán énekesnő, de ifjúkorában ő is zenésített verseket. Azt hiszem, talán József Attila verset, zongorán kísérte magát, és úgy énekelt. Na minden esetre, amikor, és a zene mellett engem nagyon érdekelt a színház. A rádió az nagyon sokat segített ebben. Közvetítések? Színházi közvetítések? Imádtam őket, igen, és akkor nagyon sok mindent el tudott az ember képzelni, hogy milyen lehet ez a színpad. Az első színházi élményem talán a Néphadsereg Színházban volt a Gorki Nyaralók című darabja, ha jól emlékszem, jó sok szereplő volt, és engem érdekelt már, megfogott ez az előadás. Tehát a színház is nagyon elkezdett érdekelni, de aztán a sors úgy hozta, hogy érettség után rögtön nem vettek föl. Eljutottam mindig az utolsó előtti próbatételig, és ezt úgy 5 éven keresztül kitartóan űztem. Én úgy gondoltam, hogy a versekben, amiket viszek, nem lehet hiba. Két dolog lehet, vagy bennem van a hiba, ez fel sem merült bennem, vagy pedig azokban, akik hallgatják. És sose változtattam azon a 12 versen. A referben mindig ugyanaz, mindig ugyanaz volt, igen. Én mindenféleképpen bíztam magamba. Tehát végül is, mivel nem vettek föl, azért valamilyen módon szerettem volna színpad közelében
lenni, kitaláltam Grius Danival. Én vittem a műfajt, mert én már ugye zenésítettem meg verseket. Vele honnan ismerték egymást Grius Danival? Az említett zeneiskolában. Ő is oda járt, az öccse, a Vili is oda járt, sőt a Radványi Balázs is, aki később az én nekem az a helyére ment volt. Gyakorlatilag. Úgyhogy egy zenei nyelvet beszéltünk, tehát. És akkor a Dani azt szerette volna, hogy valamilyen ilyen népzenei stílusban muzsikáljunk, mire én mondtam, hogy ez nagyon jó, de mi lenne, hogyha verseket zenésítenénk meg, és annyiféle stílusban játszhatunk, ahányféle stílusú zene jut eszünkbe egy vers kapcsán. Elég jó döntésnek bizonyult, hogy most már tartós és több mint 50 éve muzsikálnak együtt, és én is ilyen kerek évszámok alkalmával 5-10 éves egy fennállásuk évfordulóján, tehát minden 5 évben muzsikálok velük körülbelül, de ugyanott tudjuk folytatni, ahol annak idején a bajt. A szinkron az hogyan jött az életében? Gyerekként volt arra lehetőség, hogy kipróbálja ilyenbe magát, vagy hallott azokat a szinkron hangokat, akikkel később együtt tudott dolgozni? Hát egész véletlenül én olyan helyen laktam, hogy két utcányira a Pannonia filmstúdiótól, és a házunkban lakott egy egyeztető hölgy, aki tudta, hogy én szeretek verseket mondani, már egy gyerekkorom, és akkor elhívott, hogy kéne valami gyerekszerep. Nem voltam sokszor, de egyszer-kétszer ugye elhívtak, hogy ottan valami hangot adjak ki magamból, és akkor találkoztam például Hacser Józsával, aki később nagyon-nagyon jó barátom lett, és nagyon szerettem őt. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. A Muppet Show az egy ilyen közös találkozási pont volt vele is, ugye? Igen, igen, nagyon sokszor. De tehát ő nem volt sohasem egy magas hölgy, inkább mély növésűnek mondanám, én magam is az vagyok, nyugodtan megtehetem ezt. És az volt az első találkozásunknak az érdekessége, hogy ő volt az egyik partnerem, és akkor engem annyira pici voltam, hogy ilyen Sámlira állítottak. Akkor eltett 30-valahány év, és pont ezt a Muppet Show-t ez a televízióban találkoztunk. Ő volt Miss Röfé, meg a Brecki Béka, de akkor éppen eltörtem a lábamat, és ilyen járógépbe nagy nehezen eljutottam a Szabadságtérre, ahol a felvételek történtek, és akkor én ültem, ő állt, és ugyanaz a magasság volt. Szinte ennyi történt néhány évtized alatt. Nagyon szerettem a Józsát. Hatalmas nagy művésznek tartom. Például a Mici Mackó című közismert mű főhőse, vagy címszereplője, az például úgy közelített hozzám, hogy egy castingot tartottak. A Walt Disney itt Magyarországon keresett magyar hangot, tehát elég bonyolult volt, ez volt az egyik első ilyen, ahol castingoltak. És akkor én nyertem el, ezt elküldték, ugye Lengyelországból jöttek az itteni kirendet, csak akkor Amerikába a hangot, tehát ottan... Ez egy elég komoly mechanizmus, ami a rosszán követni nem tudom, de viszont az volt az eredménye, hogy hát ez volt 30-valány évvel ezelőtt, az első Mici Mackót szinkronizáltam, és utána egy 25 évig biztosan, mert nagyon-nagyon sok rész készült belőle, különböző színvonalú természetesen, de ilyen rajzfilmtől eljutottunk az animációs, ilyen, amikor már számítógépekkel készítették a figurákat, vagy rajzolták. És még 2-3 éve volt egy nagy játékfilm, amikor már Robert Gida fölnőtt, és visszaemlékszik a gyermekkorára, és annak a Macinak is még én voltam a hangja. Tehát jó
25-30 évig szinkronizáltam. A családban nem kérték gyerekek, hogy otthon játszanak egy picit úgy, mint Mici Maszkóval? Nem kérték? Az én gyerekeim egyáltalán föl voltak háborodva attól a ténytől, mikor mondjuk délután volt időm, és nem volt semmi forgatás, és mondjuk délelőtti próba után hazarontam, akkor játszottunk, és mindig akkor elmentem, hova mész, apa, melyek játszani. Mert én soha nem azt mondtam, hogy dolgozni, melyek megjátszani. Így is volt színházban játszani. És nehéz volt nekik ezt földolgozni, hogy hát most miért nem velük játszok? Miért megyek én oda? Nyilván hiányzott is az életemből az, hogy sokat legyek velük, de pont abban az időszakban, amikor megszülettek, meg kezdtek növögetni, az értelmük nyiladozott, kevesebbet tudtam velük lenni, mint amit szerettem. Az nehéz volt, amikor a Soproni Petőfi Színház élére került? Ami az egy meghatározó korszak volt, és azért, de hosszú idő is volt, hogy akkor távol kellett esetleg lenni, vagy nem tudtak annyi időt együtt lenni a családdal. Igen, ez is bele tartozik abba az időszakba. 40 éves óta, amikor elvállaltam az igazgatását a Soproni Petőfi Színháznak, életem egyik legszebb korszaka. Nagyon, nagyon jól éreztem ott magam, és a város azóta is bármikor ott megjelenek, úgy kezelnek engem, mint egy odavaló velük együtt élő embert, aki tényleg nagyon sokat voltam ott a színházban, és nagyon jó kis társulattal dolgozhattam együtt. És ez nem korlátozta egyébként az igazgatói lét maga abban, hogy a színházi pályát közben egyengesse? 12 év az sok, az hosszú idő. És közben 10 év, igen. Igen. De hogy nem az a típusú ember, aki magára osztán a szerepeket, de vannak ilyen színházi igazgató rendezők hát is. Hát az az igazság, hogy most aztán, hogy akiket dolgoztam rendezők, hogy miért pont rám osztottak szerepeket, hát ott voltam én színész, és én csak úgy vállaltam ezt az igazgatást, hogyha mint színész játszottok. Tehát nagyon sok drámai szerepet is játszottam, olyat, amit esetleg elkerült volna, hogyha itt Pesten bármelyik olyan színházban játszok, ahol azelőtt megfordultam. Inkább azt volt nehéz földolgozni, hogy a kollégáim egzisztenciájáról, életéről is nekem kellett valamilyen módon akár dönteni is. Egy vidéki színházban kell egy egészséges fluktuáció, hiszen mindig szeretnek új arcokat látni a kedves nézők is. Az a jó dolog a vidéki színházi létben, hogy sok műfajban kell teljesíteni, mert ez az egy színház volt Sopronban, akkor játszottuk musicalt, operettet, drámát, komédiát. Igazi népszínház, abszolút. Ez nagyon jó volt. De a közösség meg várta, hogy mindig jöjjenek új arcok is. És ezt a részét nagyon nehezen tudtam magamban elrendezni, hogy én egy kollégának azt mondjam, hogy akkor most jövőre akkor búcsúzunk el, és egy... Ez itt a gyomoridegesség, az sokat kivett az emberből. És többek között ezért is hagytam ott a színház vezetést. Szerettem volna végre olyan színész lenni, akire gondolnak más rendezők, és nem csak azért... És nem a saját színházában nyilván, igen, hogy... Igen, igen, igen. Voltak olyan szerepek, amik már fiatal korában az álmai szerepei voltak? Tehát amikre tényleg vágyott is, és amiben ki tudott teljesedni időben. A mai napig nincsen szerepálmom. Egyetlen egy volt az életemben, az a Schweig. Amikor én elvégeztem a főiskolát, rögtön a Tárjához kerültem, és abban az időszakban, tehát a 77-ben végeztem, Úgy mindenütt játszottak az egész országban a Schweig különböző verzióit, zenés játékokban. És
ott a Táliában volt egy nagy előadás, amit még már legalábbis nem a Tália, hanem Petőfi Színház volt akkor, de épület az ugyanaz, az ugyanaz volt. És ott volt a híres legendás, az Agádi volt a Kac lelkész, és a Peti Sanyi bácsi volt a Schweig. Imádtam ezt az előadást. És úgy éreztem, hogy ezzel úgy tudnék valamit kezdeni ezzel a figurával, de valahogy elkerült. És akkor úgy gondoltam, hogy akkor én megcsinálom a magam Schweigjét. A könyvet átolvasgattam, jó néhányszor jegyzetelgettem, és lett belőle egy előadás, amit most már 35 éve. Mert hogy most is színen van. Igen, igen. Tehát ezen kívül igazából nagyon örülök, hogy sok olyan szerep megtaláltam, amire én nem is gondoltam volna. Egyik kedvenc figurám, az éppen a kedvenc írom, Mikszáth Kálmán. És én eljátszottam az ő életét és szerepét, a Görgei Gábor írt belőle, Mikszáth Kálmán különös házasságai. De milyen érdekes, hogy a televízió is megtalált ezzel a különös házassággal, mert játszottam azt hiszem négy részes. Zsuzsi Éva néni rendezte, akivel nagyon szerettem dolgozni a tévével. Tehát, de soha igazából nem volt semmi, hát olyan vágyam, és a mai napig nincsen. Én úgy gondolom, hogyha van egy szerep, ami azt szeretné, hogy én eljátszom, akkor az megtalál. Említette, hogy már a Kanálka korszakban rengeteg olyan költővel találkozott, igen, azért Vörös Sándor, Nagy László is sorolhatnánk, nem tudom, Csóri Sándor, Tornai József, akik igen, lementek igen, a klubba is, igen, és akikkel tudott találkozni. Ezek, szerintem ezek én azt gondolom, hogy életre szóló, meghatározó igen, találkozások tudnak lenni. Kik voltak azok, akik lelkileg sokat tudtak adni? Az első költő, akit megzenésítettem, akinek a versét, az Csokonai Vitéz Mihály volt. Szerelem dal, a Csikó Bőrös Gulacson. Ez volt az első, de igazából akik nagyon hatottak rám, József Attila, Adi, ennek mindenféleképpen. Olyan verseik vannak, amik kiáltoztak, hívogattak, hogy valamiféle muzsikát komponáljunk hozzá. Ady Endre Érdmindszenten született 1877-ben. Mindkét kezén hat ujjal jött a világra, amit ő maga a kiválasztottság jelének tartott. Az ős magyar hit szerint ugyanis a táltosok születnek hat ujjal. Mindig erős volt benne a küldetéstudat, és bár eleinte engedett szülei nyomásának és jogásznak készült, később Nagyváradon mégis újságírónak állt. Végül visszatért gyerekkori szerelméhez, a versíráshoz. Lírai kibontakozásában Léda iránti szerelme segítette. Majd az évek során verseivel újra visszahozta a Petőfitől már ismerős forradalmi hangvételt, de új, modern stílust alkotva. Gondolkodásával jócskán meghaladta korát. A haladást és a fejlődést sürgette. A Nyugatban 1908-tól jelentek meg versei. A szerelemről, hitről és elmúlásról szóló költeményei mind a magyar költészet meghatározó műveivé váltak. Ady Endrének ez a bizonyos az Operenciás tengeren című verse, ez mitől fontos? Ugye az ember elgondolkodik, hogy honnan jövünk, hova megyünk, mennyi időnk van. És az egészhez képest ez egy pici kis porszem az emberi lét ezen a földön. És hogy mit lehet csinálni, vagy érdemesen. Én mindig hittem a mesék erejében, de a szó erejében és a dal erejében. Ady Endre költészetében mindig jelen volt a küzdésvágy, de utolsó éveiben úgy érezte, korábbi lázadó énjét elnyelte a fáradtság és a nyugtalanság. Erről ír az Operenciás tengeren című versében, melyben érezhető, már készen áll arra, hogy számvetést készítsen, és maga mögött hagyja a küzdelmeket. Mikó István szerint ez a vers az egész életünket jellemzi. Mindannyian hatalmas elszántsággal ugrunk fejest az életbe, fiatalon még mindenhez szenvedélyesen és harcosan állunk.
mindent akarunk. Végül aztán belátjuk, mik az igazán fontos dolgok. És akármit kezdünk az életünkkel, végül úgyis mindenkit elnyelnek a mesék. Amik sziklaszilárdan megmutatják az emberi értékeket és jellemvonásokat, és közben szárnyalni engednek. Hiába mondom a magam szavait, nem figyel oda, kikapcsolja a telefont. De te ki ne kapcsolj, nem sokára lesz egy újabb adás, tudsz róla? És csak akkor tudsz róla, ha feliratkoztál. Úgyhogy nyomj egy csengőt. Csengő. Nem akarok én belemagyarázni sok mindent. Elég rövid a vers, ha lehet, abszolút, akkor elmondom. Megköszönöm. Jó. Ady Endre az Óperenciás tengeren. Pucér mellemet vágyom betakarni felhőkkel, mint az őszi csöndeség. Ne táncoljon tovább az élet rajta, most már hadd jöjjenek a mesék. 100 méter lenne borotvált szakállam, öreg az ajkam, fogam is hibás. Olyan kicsi tenger lett a szívemből, és olyan nagy az Óperenciás. Hát megpróbálom magam befelhőzni. Szólni magamról, únott a dolog, gyűl és dohog, őszi mese és felhő. Burkolt mellemre rágomolyog, volt egyszer, sokszor, volt talán 1000-szer, 7 mérföldes csizmájú hős, derék királyfi. Ki szabad mellel elindult, és himhám elnyelték a mesék. A zene az életében nyilván folyamatosan jelen van. Otthon szokott játszani úgy, hogy csak kedve van, vagy egyáltalán ideje úgy rá, vagy mennyire ad magának időt? Inkább hallgatok. A Bartók Rádió szól állandóan. Nagyon szeretem a komoly zenét. Mindenféle zenét nagyon szeretek, de ami megnyugtat igazából, az az. És hát megyek az autóba, ott is az szól, a zene. Mint már jeleztem, ugye azért ahhoz, hogy az ember komponáljon, ahhoz meg kell fogni a gitárt, vagy a kis billentyűs hangszert, vagy akár furulját, mindegyiken komponáltam, vagy hegedűt. Tehát olykor elő is veszem hozzá ezeket a hangszereket. Keveset, igazából úgy érzem, hogy én már annyira nem fogok tudni hegedülni, mint amennyire tudok, annál jobban, pontosabban. Tehát olyan nagyon nem gyakorolgatok már. Időnként akár van olyan darab, amelyek elkísérő zene, még a mai napig is előfordult, hogy én játszottam fel a kis hegedű részét. Tehát ilyen módon napi kapcsolatban vagyok a kis hangszereim, mert van egyébként nekem is gyűjteményem, nem csak a Daninak vannak mindenféle furujái. Nekem is van nagyon sok furujám, én is meg tudom fújni ezeket, és elsősorban pengetős hangszereket gyűjtök, és abból is van jó néhány. Nagybecsben tartja? Van otthon kis külön rész, ahol ezek a hangszerek vannak? Az egyik fiam, a kisebbik, ő bútorokat gyárt, és kitalált nekem az én elmesélésem alapján, hogy hogyan tudnám én ezeket ott elraktározni. Van egy ilyen kis dühöngő szobám, ahol nincs se fűtés, semmi nincsen, ott mindig ott vannak a hangszerek, meg az egyéb ilyen zenei hang megszólaltatására alkalmas kütyük, mert most csak eszembe jutott, hogy például játszottam egy darabba az Operettszínházban. Volt egy szereplő, aki arról énekel, hogy ő milyen nagy pikulás. És akkor ehhez én gyártottam egy hangszert, egy ilyen nácsiból. Saját kézzel? Nem, gyártottam. Gyártottam. Elmentem, volt itt az opera mellett egy nagyon jó kis ilyen fúvós hangszereket gyártó
kis vagy javító műhely, és akkor elmondtam az illető úrnak, hogy hát én szeretnék egy olyan legyen, mint egy furuja, de not cheap, tehát olyan klarinét-szerű hangja legyen. És akkor azt megcsinálta nekem, sőt, még egy másikat is kértem tőle, hogy ugye vannak, amik ilyen kis zajokat, meg ilyen kis hangeffekteket lehet csinálni. Ez a pozannak az ember, hogy ugye az ember egy ilyen csőbe beletesz dugót, és azt úgy tologatja, akkor rövidebb a... De van egy csíp a végén, és akkor úgy lehet hangokat kicsiolni belőle. Én ezzel megtanultam dallamot is játszani, ugyanúgy, mint hogyha mondjuk én egy pozannon játszom, azon speciál éppen nem játszom, megfújni meg tudom, de játszani nem játszom. És akkor gyártottam ilyen hangszereket, és akkor ezeket felhasználtam a szerepeimben. A mai napig vannak ilyenek. A családdal sokszor tud együtt lenni, vagy elrabolja a színház? Hát már jó régen elrabolt engem a színház. Egy másik párkapcsolatom van, tehát nem, de már elég nagyok a fiúk, tehát 40-en fölül van a nagyobbik fiam, aki angolul nagyon jó beszél, és nagyon jó fordít angol nyelvből. A kisebbik fiam meg hát van egy saját vállalkozása, ő a vezetője, és bútorokat egyedi megrendelésekre készít. Napi rendszerességgel nem, de állandó rendszeres, tehát mondjuk telefonnal, az szinte majdnem minden nap mindegyikkel beszélek. Én hoztam egy kis verset, idézetet útra valóul, készülvén Mikó István életében, ami mondom még egyszer, annyira gazdag, hogy nagyon nehéz úgy végig szaladni rajta, amikor ilyen szélsően teljes, hogy az ember kiragadjon pontokat és egész vagy teljes képet kapjon, de legalább ízelítőt az adott emberből. És én találtam egy Pilinszky János verset, ami nekem nagyon, nagyon Mikó Istvánra illett. Az a cím, hogy egy szenvedély margójára. A tengerpartot járó kisgyerek mindig talál a kavicsok közt egyre, mely mindöröktől fogva az övé, és soha senki másé nem is lenne. Az elveszíthetetlent markolásza, egész szíve a tenyerében lüktet, oly egyetlen egy kezében a kő, és vele ő is olyan egyedül lett. Nem szabadul már soha többé tőle. A víznek fordul, s messze elhajítja. Hangot sem ad a néma szakítás. Egy egész tenger zúgja mégis vissza. Hát annak örülök, hogy még több dolgot megtudhatunk Mikó Istvánról, a színészről és a magánemberről. Köszönöm szépen a beszélgetést még egyszer. Köszönöm a meghívást. És ha önöknek is tetszett, akkor a verset, amit mondott Mikó István, Ady Endre versét, azt hallgassák, nézzék itt vissza. Azt pedig ne felejtsék el, hogyha még nem iratkoztak fel a csatornára, akkor tegyék meg, és nyomják meg a kis csengőt, hogy minden egyes új versről, új adásról, új zenéről, új slágerről értesüljenek időben. Pucér mellemet vágyom betakarni felhőkkel, mint az őszi csöndes ég. Ne táncoljon tovább az élet rajta. Most már hadd jöjjenek a mesék. 100 méter lenne borotvált szakállam. Öreg az ajkam, fogam is hibás. Olyan kicsi tenger lett a szívemből, és olyan nagy az óperenciás. Hát megpróbálom magam befelhőzni. Szólni magamról unott a dolog. Gyűl és dohog őszi mese és felhő, burkolt mellemre rám omolyog. Volt egyszer, sokszor, volt talán ezerszer, 7 mérföldes csizmájú hős, derék királyfi, ki szabad mellel elindult, és him-ham elnyelték a mesék. A következő adásunk vendége Csepregi Éva lesz, aki Szabó Lőrinc Dzsuánci Álma című versét hozza.
Elsőre meglepő a választás, azonban aki ismeri Évát, nagyon jól tudja, hogy egy nagyon mélyérzésű, gondolkodó ember is lakik, abban a csodálatos énekesnőben, akit a Neoton frontembereként ismertünk meg. Egyre többet foglalkoztatja az elmúlás és a halál utáni élet ezekről az érzésekről, és persze a Neoton sikeréről is mesél következő adásunkban. A következő vendég soron kívül Csepregi Éva. Mindenki azt mondta, hogy én szólista vagyok. Én, de hogy fogok én itt egy zenekart vinni a hátamon, az szólista vagyok. És igazából ugye sokszor felmerült ez, amikor nagy problémák voltak, ugye, hogy esetleg én is szólista legyek, de mindig arra jutottunk, hogy mennyivel jobb, és ez mindig igazunk lett, és hála, hogy nem döntöttünk így, hogy az alkotó közösségünk, az ott van a zenekarban, az egyszerűen pótolhatatlan. Fontos, a versek mindegyike megnézhető, meghallgatható a YouTube csatornámon. Iratkozzon fel, hogy ne maradjon le! A műsor igaz történeteken alapul. Az adásban megjelenő szereplők valós személyek. A történeteik hasonlósága más emberekéhez pusztán a véletlen műve. A versek által okozott katarzisért a műsor készítői felelősséget vállalnak. Támogatónk a Líra könyvesbolt hálózat. Teret adunk az olvasásnak. A felvételben partnerünk az Erla Technopro Kft. A műsor támogatója a Blik. Simple on you. Viselj verset. Gyulai Árt. Emelj művészetet a stílusodba. Együttműködő partnerünk a Versmondó folyóirat. Hangot adunk a versnek. Magyar Versmondók Egyesülete. A dolgok változnak. A vers örök.